Sziasztok! Kristóf, a kockás ember! Ez pedig itt nem más, mint a pénteki chat, Ak akarom mondani csütörtöki. Na mindegy, kezdjük! Azért is variáltam át, hogy melyik nap lesz a chat, hiszen holnap ugye Black Friday, bár igazából ez most már senki nem tartja be, hiszen a nagyobb Poltok, mint az EMAG, vagy pedig az eddigitár már múlt héten elkezdték az akciózást, ott már bősége vehetett vásárolni legokból, illetve már a Tesco is elkezdte, illetve már az Osamban is van akció, bár igazából az utóbbi kettőnél szinte egész éve mindig szoktak akciózni, tehát szóval ez sem egy újdonság. Most én inkább szeretnék fókuszálni a legocom valamint a Magyarországi lego hogy ott miket lehet érdemes hónap beszerezni, vagy eddig is miket tudunk, mert hát sajnos sokat nem. Illetve, amit látjátok, megérkezett a másik doboz, amint látjátok, igyekeztem most úgy beállítani a kamerát, hogy ezt ténylegesen végig nézni a bontogatást. Remélem, így most már élvezhetőbb lesz. De maradjunk a Black friday és nézzük, hogy mi történik a világban. Kezdjük a LEGO ahol igazából ugye múlt héten volt a VIP erről már készítettem egy adást, ott aki akart, be tudott vásárolni. A Facebookon láttam, hogy többen meg is kapták már a fém táblát, szerintem egész jól néz ki egyébként. Most a Black Friday alkalmával igazából a leges durranás az nem más, mint az at, -AT nek a megjelenése, ugye most időzítették annak a megjelenését, és ehhez kapcsolódóan Luke Skywalker-nek a lézerkardját is meg lehet majd kapni ajándékban mellé. Ez lesz a fő durranás a Black Friday-on. A másik ilyen ajándékkészlet, amit most adnak Black friday a lego.com-nál, az értelemszerűen a Mikulás kertje, ami már a vip végén is volt, és ahogy ezt említettem nektek, ez csak inkább olyan bevezető volt akkor, most viszont ugye bárki meg tudja kapni, aki vásárol. Akcióról, kedvezményről semmit nem tudunk, ugye ez nagy eséllyel csak holnap fog kiderülni, vagy hát aki leleményes, ez fölmaradt a tévférig, és akkor le tud csapni a jó akciókra, de sajnos semmilyen információ nincs, hogy lesz-e kedvezmény, mekkora lesz a kedvezmény, mi fog történni, ez tényleg holnap fog kiderülni. Úgyhogy ezzel így készüljetek, viszont a LEGO szokott egy Glyber Monday nevezett dolgot csinálni hétfőn, ami egy kicsit ilyen hozzá hozzácsatolós a Black Friday-hoz, bár ez a Black Friday sem egy, egy napra a hanem egy egész hétvégére szól. Na nézzük a Clibber monday hogy pontosan mi lesz. Ami a legnagyobb akció, amit lehet látni, az ugye pontoké lehet kedvezményt venni, ez általában 600 VIP pontért lehet kapni 1500 forintot, most itt 420 pontért lehet 1500 forint kedvezményt kapni, tehát aznap be lehet váltani a pontokat, ha valaki szeretné. Az, hogy lesz a nagyobb kategória, azt nem írja, tehát ezt nem tudom, majd ezt is ki fog derülni hétfőn, illetve lesz egy extra ajándék még hétfőn, ami nem más, mint egy végtelenül cuki polár takaró, amihez 350 forintot kell elkölteni, ami szerintem túlságosan sok egy polár takaró ér, már mint olyan szempontból, hogy annyit kell elkölteni legoldán, de hogy ezt a múlt héten megbeszéltük, elég könnyű ennyit kell elkölteni. Tehát aki ezt leszedne arra csapni, az hétfőig várjon, mert akkor fog tudni erre lecsapni. Nyilván akkor már nem lesznek nagy kedvezmények, tehát a Black Friday kezdvények akkor már el fognak tűnni, illetve nagy kérdés, hogy a Mikulás kertje például meg fog -e maradni, vagy akár a Star Wars-os lézerkard. Szerintem nem, de meglátjátok, hogy mi fog történni. Én nem várnék hétfőig, tehát azért szerintem ezek olyan akkora akciók így hétfőre, amire mindenképp várni kéne, de döntsétek el ti, és írjátok meg kommentben, meg kíváncsian várom, hogy mit szóltok hozzá. És akkor ugorjunk át a Magyarországi Legosztorra, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes filozófiát követ idén, ugyanis jó pár éve Kiszokta tenni a listát különböző akcióknál, hogy mi az akciós készletek, illetve hogy melyikből mennyi darab van melyik boltban, és akkor ez alapján tudtál választani. Uh, idén is vártuk ezt, sőt, el ezt általában jó pár nap előtt kiszokta tenni, tehát az ember úgy össze tudta válogatni, hogy mi az, amire szeretne lecsapni, uh, mire készüljön, stb. Na most ez a lista idén hiányzik, Teljesen el van tűnve, nem is tettek ki a promót semmit. Viszont kitették, hogy lesznek ajándékészetek, méghozzá 50 ezer forint értékben kell vásárolni, vagy a boltba, vagy pedig a konzka.hu-n, és akkor itt lesz ugye a Harry Potteres ajándékészlet, egy Star Wars-os méghozzá tatooine a kis mini diorámája, akkor úgy néz ki, hogy sok balsónás készlet maradt, tehát az is ott lesz köztem, valamint Mikulás kertje, tehát ezt mind be lehet szerezni 50 ezer forint vásárlása fölött. Nem egy rossz ajánlat egyébként, tehát hogyha ezt most akármikor így kidobnák, akkor nagyon szimpatikus lenne például a Barcelonás rendelkészleteit, lehet, hogy lecsapnék 50 ezer forint is vásárlásért, főleg a koszkophu is van rá esély. Tehát ugye ezt eddig csak a stadionhoz lehetett mellé kapni, most viszont már külön, tehát ezért nem hangzik rosszul. A többi az kevés bizgalmasabb, mindenki döntse el maga. Még egy akció van, ami szerintem az AT&T vásárlóknak jól fog jönni. Én azt gondolom, hiszen ha valaki nem nézi az árat, és mindenképp meg akarja venni a tépegetőt, így egyből elsőre, annak érdemesebb a Magyarországi Legosztórban megvásárolnia, hiszen nem csak a lux kávok nek a lézerkardját fogják adni, hanem még tud választani egy plusz ajándékot is ebből a négyesből, amit az előbb elsoroltam nektek. Tehát kicsit sokkal. Tehát Mondhatnánk azt is, hogy sokkal többet fog kapni, mint mondjuk a lego.com-nál, bár persze ott is van, a Mikulás kertje ott van, de szerintem ez abból a négyesből választani sokkal jobb, mint csak a Mikulás kártyát megkapni. De ezt is írjátok meg kommentben, hogy mit szóltok hozzá. És most van a lényeg, amit ugye felvezettem a listával kapcsolatban, hogy ugye nincs listánk, nem tudjuk, hogy lesz-e akció vagy sem, és nagy eséllyel, bár nekem nagyon hihetetlenek tűnik egy Black Friday-nál, de nagyon úgy tűnik, hogy nem lesz akció más, csak az készlet, és ezt abból lehetett leszűrni, és igazából itt döbbentünk rá, hogy volt pár kommunikáció Facebookon, ugye amikor kitették az készleteket, hogy többen megkérdezték, hogy akkor ez nagyon jó, olyan ajándék, de hogy más esetleg lesz-e, és erre az a válasz jött, hogy jelen pillanatban az készlet a hivatalos Black friday akció, nincsen más öm, akció, tehát nem lesz semmilyen más kedvezmény, itt látjátok a két beszélgetést. Nagyon érdekes, nagyon érdekes, én nekem nagyon meglepett, nagyon vártam rá, hogy megint megkapjuk a listát, egy-két nappal előtte egy kicsit lehessen bogarázni, főleg az én szempontomból én nem tudom bemenni a boltba, ugye mert hát külföldön vagyok, izgalmas lett volna a dolgokat a de így most meg vagyok lőve, és igazából így, hogy megmaradt a kamerás készlet a lego.com-nál, amit sikerült behúznom, ugyanis a rendelésemnek a pontjait jóval értek még a hétvégén, és ebből le tudtam csapni a kamerára is. Tehát azt ahhoz még rendelnem kell, tehát lehet, hogy jobban elgondolkoznék azon, hogy megnézni, megvárni, mi lesz a lego.com-nál, ott milyen akciók lesznek, és on, inkább onnan fogok vásárolni, mint innen, de persze ezt meglátjuk. Minden esetre nagyon érdekes ez a sztori jelen pillanatban írjátok meg kommentben, mit szóltok hozzá, nekem ez így nagyon, nagyon ilyen fura. Más boltokat most nem mondanék, rengeteg legót forgalmazó bolt van, ugye mondtam, hogy az Emag már korábban elkezdte a Tesco osan azok már most olják. biztos, hogy lesz holnap is még, mint mondtunk, 220 kocka, vagy bármilyen más boltnak is Black Friday akciója, érdemes mindenkit végignyomogatni, illetve Facebookra is kiszkodsz kerülni különböző csoportokba a ilyen jó ajánlat, most már eléggé megszokták szokták osztani egymással az emberek. Tehát érdemes nyitott szemmel járni holnap, de a nagy csoda most jelen pillanatban úgy tűnik, hogy kezd elmaradni, és inkább érdemes ezt átállni arra, hogy évközben kell figyelni a különböző akciókat, itt gondolok a vagy akár emagra, hiszen ők megállás mindig akcióznak, szerintem nincs olyan hét, hogy ne lenne valamilyen akció, és ne lenne amire lecsapni. Tehát így erre érdemes készülni, minden más holnap kiderül. És igazából nem is történt más a héten, tehát igazából mindenki ezen pörög, hogy uh, itt van a vásárlási láz, amit egyébként esmétlök hiszen tudtuk jól, hogy ez lesz. Uh, térjünk át inkább arra, hogy megjött a másik csomag, és bontsuk ki. Mint látjátok, igyekeztem úgy tenni a dolgokat, hogy, hogy uh, lássátok teljesen egyértelmű, hogy ezt legó van benne, tehát hogy a dobozon szinte mindenhol rajta van. Volt nekem itt egy vágóeszközöm. Na kérem alással. Bubis, bár mondjuk nem benne a cucca, nem csak rajta, de legalább van bubis. És akkor íme a motyó Mikulás szánya. Ezt azt gondoltam, hogy mindenképp szeretnék erre lecsapni. Igen, szép álba jött, bár hát Marzica itt is sikerülsen rajta van. Na mindegy, hát mindegy, ez a doboz úgysem szerintem fogja túlélni. Úgyhogy ezt rendeltem még be, és mivel, hogy december 6-a pont hétfőre esik, ezért azt gondoltam, hogy egy jó kis Mikulásos, Mikulásos hétfői adást tartunk, mostan tartok és készítek nektek, úgyhogy ez lesz benne. Nagyon kíváncsiak erre a készletre, mert szerintem az utóbbi idők egyik legjobb. Azt nem mondom, hogy a legjobb, mert biztos, hogy vannak ennél jobbak is, de nagyon-nagyon király ez a készlet. Úgyhogy nagyon kíváncsiak rá, hogy mit fog tudni. Úgyhogy ez lesz majd hatodikán. Uh, és idén is, úgymond, ide, most ahol én vagyok, befejeztem a rendelgetést. A holnapi napot pedig már meglátjuk. Egy-egy ilyen kis rövidadás volt, remélem tudtok nektek hasznos információkat átadni. Bármilyen gondolatotok van, akkor szokás nyugodtan jöhet kommentbe. Ha bármilyen jó akciót tudtok, akkor mindenképpen nyugodtan osszátok meg. Bár a Facebook, a, bár valamiért a YouTube nem nagyon szereti a linkeket, azt állandóan kidobálja a videókról, de hát ennek nem tudtam a nyomára akadni, ha valakinek tudja a megoldását, az szintén jöhet kommentbe, úgyhogy nyugodtan jöjjön a Facebook oldalon, a üzenetből bárhogy küldjétek el, igyekszem majd megosztani mindenkivel, hogyha valami izgalmasat láttok, úgyhogy hajrá, készítsétek a pénztárcát holnapra, úgyhogy mindenkinek jó shoppingolást, kellemes hétvégét, jók lehetek, sziasztok!